Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 8-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ő tervezi a jövőt. Néz egy új irányba. Ezek gondolatok, de nem tudja, hogy tudná ezt megvalósítani. A kezében van az egyik bot, az utal arra, hogy megvan a bátorsága hozzá, de először még úgy figyeli az eseményeket. A másik bot ott jobb oldalon, ott van mellette, ez szimbolizálja a kapcsolatotokat, amire a kettes szám is utal, de nem meri ezt megérinteni. Vagy nem beszél a terveiről, vagy fél attól, hogy te elutasítod őt. A következő kártya utal az ő érzelmeire. Ez a királynő, te vagy az ő szívében, az ő lelkében. A királynő utal a tűz elemére, és az a bátorságot jelenti, a szenvedélyeket, a lelkesedést, és itt vannak nála elvárásai. Őnála megvan ez a terv, hogy együtt legyetek, vagy legyen egy új irány, de nem beszél erről, inkább olyan visszahúzódó, figyeli az eseményeket, arra várj, hogy te ezt megemlítsd neki. És most megtekintjük a következő kártyát, ami arra utal, hogy mit közöl veled, milyen lépéseket tesz irányodba. Itt ennél a képnél anyagiakról van szó, esetleg a munkájáról. Itt valamit ki kell egyensúlyozni. Az lehet, hogy még tartozik valakinek, vagy nincs munkája, vagy van még egy hölgy a háttérben, a múltból, aki követelőzik, pénzt akar tőle, vagy valaki a családból. Ezt neki meg kell oldania. És addig, amíg ez még olyan bizonytalan, nem tudja elképzelni azt, hogy tudnátok a terveiteket megvalósítani. Ez a kártya utalhat másra is, mert a képeknek szimbolikus jelentése van. Te értékes vagy számára, mert az érmék utalnak belső értékekre is, de ahogy a képen látható, ez a fiatal fiú itt egy lábon áll, és az azt jelenti, hogy ő még bizonytalan, kell neki a biztonság érzete, kell neki a belső egyensúly, és arra vár, hogy te erősítsd őt. És most megtekintjük a napi kártyát. Ezen a képen látható a ravasz róka. Az arra utal, légy óvatos, vagy neki kellene óvatosnak lenni, mert valaki pénzt akar tőle. Ez a róka utal hazugságokra vagy hamisságra a háttérben. És most áttérek röviden az asztrológia területére. Vénusz bolygó, a szerelem bolygója. Te utal kreatív munkára is. Ez egy nőies energia, és jelent bennünket hölgyeket. Eddig volt egy jó kapcsolat Mars bolygóval, a nőies és a férfias energiára hatott, de mivel Vénusz bolygó gyorsabban mozog, mint Mars bolygó, eltávolodott most ettől a kapcsolattól, és van egy új kapcsolat Neptun bolygóval, és az esti órákban jön ehhez még egy hold hatás is, ami kihat az érzelmeinkre. De hogy hat Neptun bolygó a Vénusz bolygóra? Neptun bolygó az a művészeteknek a bolygója,
mert Neptun hatása alatt megvan ez az inspiráció. Tehát kihat előnyösen egy kreatív munkára. Ami viszont az érzelmeket illeti, a szerelmet illeti, Neptun bolygó mutatja az álmokat. Ha te ezt el tudod képzelni, és hiszel benne, akkor ez az álom megvalósul, és ezt a belső hitet erősíti Neptun bolygó, ehhez jön még a hold energiája, ami érezhető a mai napon, különösen az esti órákban. Mivel Neptun bolygó és a hold is befolyásolja az álmainkat, az is lehet, hogy lesz egy álom, és ez egy lelki üzenet, vagy ő álmodik rólad, és ezt érzed belülről, ezt a, mondhatnám úgy, telepátikus kapcsolatot kettőtök között. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen álnéven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. A mai napon még mindig nyílik egy égi kapu a plejádok felé, erről beszámolok a Facebook oldalamon. Örülnék, ha megkeresnétek. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!